Szép napot kívánok mindenkinek. Vendégem a stúdióban Szilágyi Ágnes, aki a kollégáival együtt a beteg gyerekeken és a családjukon segítenek egy különleges terápia segítségével. Hogy miből is áll ez a munka, vele beszélgetek erről. Jó reggelt kívánok, Ágnes. Jó reggelt, köszönöm, kívánok. Hogy eljött hozzánk. Ez a különleges terápia, ugye, ha úgy nézzük, amikor a gyerek megbetegszik, pláne hosszantartó krónikus betegségről van szó, vagy ne adj Isten, gyógyíthatatlan betegségről van szó, akkor egész családnak az egyensúlya felborul. Így van. És mi mindent kell és lehet kideríteni, a művészetterápiáról beszélünk, ugye? Így van. Hogy lehet kideríteni bármit, és miben segít az? A művészetterápia abban segít, hogy egy felborult testi és lelki, és ezzel együtt lelki egyensúlyú gyereknek, illetve a család tagjának segít abban, hogy azt az őrült nagy feszültséget és félelmet segíti oldani a betegség és a kezelések során, amit ez a gyermek átél. És olyan módon, amilyen módon a gyerekeknek ez a legjobb, beszéd nélkül, képek, játék, és zene segítségével. A művészet terápiának több ágát használjuk a Mosoly Alapítványnál. Ehhez tartozik még a meseterápia is, a Boldizsár Ildikó metamorfózis módszerét igazítottuk kórházi körülmények közé, és valójában kórházi körülmények között mi egy krízisállapotot kezelünk azzal, hogy stabilizálni próbáljuk a lelki állapotát a gyerekeknek és a velük lévő szülőknek, illetve hosszú távú terápiás, művészet terápiás csoportokban segítjük azokat a gyerekeket, akik nagyon sokszor testvérei krónikusan, illetve súlyosan beteg gyerekeknek, és a családot érintő óriási feszültség miatt pszichoszomatikus tünetekkel kezdenek küzdeni. Tehát nagyon fontos dolgot mondott, hogy amikor megbetegszik családban a gyerek, akkor a gyerek bajban van. Sok minden, orvosi kezelés ez zajlik természetesen, de lelkében, mentalitásában, agyában, lelkében valami van, amit ki kell hozni, mert az nyomasztja. Ugyanakkor azáltal a szülők is. Így van. De ott, ha testvér, és akkor ha egyik testvér nagyon odafigyelnek, és minden figyelem rá irányul, akkor a másik testvér is lelkileg bajban van, mert ő kikerül a fény. Így van, pontosan. Nagyon sokszor történik az, hogy egy súlyos beteg kisgyerek hosszan, néha éveken keresztül kórházi kezelésre szorul, és ilyenkor az egyik szülő, vagy felváltva a két szülő mellette van a kórházban. Ilyenkor a másik otthon maradó gyerek nélkülözni kénytelen az édesanyját, vagy az édesapját, és hosszú hónapokon, néha éveken keresztül ez egy borzasztóan nagy hiányt jelent. És ez milyen tüneteket hozhat az? Fejfájást, alvás problémákat, olyan megmagyarázhatatlan fizikai tüneteket, aminek nem találják az okát az orvosok. Mondjuk egy hasonló esetben egy testvér, igen, aki úgy érzi, hogy őt már nem szeretik, ő nem fontos, mert minden figyelem a testvéremre összpontos, aki beteg minden. És akkor ő sok mindent tesz azért, hogy magára felhívja a figyelmet, hogy itt vagyok, figyeljetek rám. Ilyenkor súlyos tüneteket produkál, és ilyenkor a rajz vagy a művészetterápia miképpen segít? Olyan módon segít, hogy fel tudja tárni azt, hogy mi az oka annak, hogy ilyen nehézségeket, illetve tüneteket él át ez a kisgyerek, mert ezek a problémák nagyon sokszor nem tudatosan jelentkeznek. Nem tudja senki ennek az okát, sem a szülők, sem a kisgyerek. Megy a napi élet tovább, mindenki borzasztóan tanácstalan, tehetetlen, a kórház és a saját otthonuk között szaladgálnak, nagyon sokszor a családnak az egzisztenciája is veszélybe kerül, a szülők kapcsolata is megsínli ezt, a családban addig jelentkező konfliktusok kiéleződnek, senkinek nincs egy pillanatnyi ideje se, meg energiája se arra, hogy saját magára, illetve a többi családtagira tudjon figyelni. És mi egy olyan fókusszal dolgozunk, hogy a családot, mint egy egységes rendszert próbáljuk segíteni, illetve nézni, mert azt gondoljuk, hogy akkor van jól egy kisgyerek, hogyha a család egységben harmónia van. Így van. Mi van, ha egy gyerek gyógyíthatatlan beteg? Egy szülő számára az elfogadhatatlan, tehát agy nem akar befogadni, hiába orvosi tényekkel közlik, együttérzés van, minden. Ilyenkor a gyerek mondjuk rajzol valamit. Mi látszik abból? Miképpen segít a gyereknek, vagy a szülőnek hasonló helyzetben? Hát nagyon nehéz, amit kérdez.
nem túl gyakran, hála Istennek, de néha az én munkatársaim tanúi olyan emberi sorsoknak, amikor egy gyerek többször visszaesik, és sajnos nem éli túl ezt a betegséget. És egy palliatív szakaszba lép be, amikor az én munkatársaim abban segítenek neki, illetve az ő családtagjainak, hogy békében tudjon távozni ebből a világból. Gyerek tudja azt? Tehát lehet kideríteni, hogy ő, ahogy rajzol, vagy ahogy zené, vagy kifejezi magát, nem verbálisan, hanem művészet által, lehet érezni, ő sejti, hogy mi van? Szerintem ezt így nem mondhatom ki, hogy ő egy ponton világosan tudja, hogy mi történik vele, de volt egy történetünk az elmúlt év végén, amikor egy kamasz fiú, aki visszaesett, ő olyan szimbólumokkal kezdett el hirtelen dolgozni, ami gyakran fordul elő olyan állapotú betegeknél, akik életveszélyes állapotba kerülnek, amikor vagy ez egy gyógyuláshoz vezet ez az állapot, vagy ahhoz, hogy ő mondjuk elbúcsúzik ettől a földi léttől, és ezeket a szimbólumokat elkezdték kibontani az én munkatársaim, elkezdték megfesteni, meséket keresni ehhez, és kibomlott egy csomó feszültség, ami az ő családtagjai és közte volt. Ezeket sikerült eldolgozni, sikerült békét kötni. Ezek a feszültségek egyébként nem a betegséggel voltak kapcsolatosak, hanem egyébként a családban jelentkező feszültségek voltak, és mindenki, én azt érzem, vagy úgy érzem, hogy mindenki sokkal könnyebben tudta ezt a fiút elengedni, és ez a fiú sokkal könnyebben tudta ezt a helyzetet elfogadni, hogy az ő élete hamarosan véget ért. Ez nekem egyébként személyesen azért nagyon érdekes, mert én nem olyan régóta dolgozom a Mosoly Alapítványnál, művészetterapeuta vagyok, de palliatív szakaszt még nem kísértem végig, és borzasztóan ijesztő volt számomra, amikor ez a fiú visszaesett. És az, ahogy az én művészetterapeuta és pszichológus munkatársaim egyébként az ottani kórházi stábbal szorosan együttműködve tudták ezt a folyamatot segíteni és békésíteni, ez például rám borzasztóan nagy hatással volt, mert úgy tűnt számomra, és úgy tűnik, hogy lehet ezt egy nem annyira fájdalmas és hosszú távon inkább békét hozó módon a család és a beteg számára segíteni. Nagyon fontos dolog, amit tesznek. Szükség van ezeknek a családoknak, a betegeknek, a környezetnek erre a segítségre. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Most Kovács Jópár énekel, Shape of You.